Kairói tudósítónkat, Máté Bencét kapcsoljuk telefonon. Szervusz, Bence, lehet-e már tudni, hogy mi történt pontosan? Nem, egyelőre még nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. Amit jelen pillanatban egy radar kimutatás sejtett, az az, hogy még nem érte el a földközi tengert a gép. Valami 20-valahány perccel azután vesztették el a kapcsolatot a légirányítók a géppel, hogy elindult Sharm el-Sheikh kikötővárosból, és a jelek szerint a tragédiának valahol a Félsziget közepe táján kellett történnie. Továbbra is várjuk a részleteket. Az egyiptomi hadsereg kutatja a tragédia valószínűsíthető helyszínét jelen pillanatban. Többet nem tudunk egyelőre. Ugye a sínai félszigetről beszélünk, azt se tudod még akkor ezek szerint, hogy a 224 fedélzeten tartózkodó utasból esetleg hányan élték túl ezt a szerencsétlenséget, illetve hogy milyen nemzetiségű emberek ültek a gépen? A nemzetiségüket tekintve úgy tűnik, hogy a legtöbben orosz nemzetiségűek voltak. Az, hogy tehát a magának a tragédiának a részleteiről még egyre semmit sem lehet tudni. Annyit jeleztek, hogy valószínűleg 217 utas és 7 légikísérő, azaz személyzet volt a gépen valószínűleg. Máté Bencének, kairói tudósítónak köszönjük szépen, természetesen, hogyha friss információink lesznek, azonnal kapcsoljuk ismét őt. Hamarosan pedig Pető György. Amit látni lehet a különböző megfigyelő forrásokból, az az, hogy a repülőgép valószínűleg a sínai félsziget északi részén zuhant le, egy Al-Qurriya nevű település környékén, egy beduinok, főleg beduinok lakta környéken, ahol a helyszíni beszámolók arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a gép teljesen kiégett, és ez nem enged sok reményt arra, hogy tehát nem nagyon tudunk abban reménykedni, hogy sokan túlélték ezt a tragédiát. Egyelőre viszont erről még nincsenek pontosabb értesüléseink. A repülőgépen utazó utasokról egyébként tudsz valamit, hogy milyen nemzetiségűek voltak? Javarészt? Javarészt orosz nemzetiségűekről van szó, vannak olyan források, amelyek azt állítják, hogy ma, hogy mindenki orosz nemzetiségű volt a fedélzeten. 217 utasról és 7 légikísérő, illetve személyzetről van szó. Máté Bencének egyelőre köszönjük szépen!